Viszont én is készültem valamivel, illetve nem én, hanem a stábot, képzeld el. El is kell állnom? Nem, mindenféleképpen, mert hogy szeretnénk boldog születésnapot kívánni neked. Cuki vagy. Boldog szüli napot, boldog szüli napot, boldog szüli napot, felelőtt. Hát gyerekek! Az egész stúdió énekel. Ez nagy szemétség, de nagyon jól esik. Nagyon aranyosak vagytok. De jó. De jó. Hát ez hihetetlen. Hát édesem, te voltál az egyik legszebb születésnek ajándék. Köszönöm szépen, de hogy ők is eljöttek, hát ők ugye mind voltak már nálam. Tudom. Tessék, a rutinos. Azok kevesek, akiket nem sértettem meg az adásban. Újra itt vannak. Sziasztok, drágáim. Szevasztok, szia, örülök. Itt vagy újra. Kokó! Csókolom! Nagyon köszönöm. De angyalom, itt vagy. De örülök meg. Szuper, édesek, de rég voltál itt, de jó, hogy itt vagytok, istenetes. Jaj, köszönöm szépen. Jó lesz, ezt fölbontjuk. Ez pedig itt a nekem szánt, ezért jellemző, elaprózták azért, hogy apró sütemény. Hát akkor az apraja, nagyja. De remélem, hogy kés is van ehhez a csodálatos tortához. Voilà. Én viszont megkérlek téged akkor, legyél házi asszony, jó? Tudom, hogy a Tillához szoktál hozzá annak idején, és de ez kisebb méretben is működik. Én nyugodtan. Azt a sarkát rögtön. Első szelet mindig az ünnepelték. Hát ez óriási. Gyereke. Hat van! Cikizzél, nyugodtan, cikizzél. Nagyon szépen köszönöm. Hú, ez nagyon finom. Pakonyai? Nem. Van a közöm. És akkor most, hölgyeim és uraim, megígérem, hogy ahogy vége lesz az adásnak, azonnal tortacsatával folytatjuk az egészet. Szeretném benyomni valamikinek az arcába, ez egyébként elég puha végül.